Csak néhány kattintás a telefonunkon, és már meg is vásároltuk a kívánt terméket, amit a futárszolgálat akár másnap kézbesíthet számunkra. Sőt, számos cég azt is lehetővé teszi, hogy elálljunk a vásárlási szándékunktól, ha a kézbesített termék nem nyerte el tetszésünket, vagy ha épp hibás terméket kaptunk. Erre a megváltozott kereskedelmi helyzetre reagált nemrégiben az Európai Uniós Fogyasztóvédelem, amelyel összhangban 2022. január 1-től Magyarországon is új jogszabályok léptek életbe. Hibás termék vásárlása esetén mindössze annyi a dolgunk, hogy eljuttassuk az árut az adott vállalkozáshoz, ezt követően nem csak a teljes vételárat, de a postai költséget is haladéktalanul vissza kell kapnunk. A boltban vásárolt termékre csak abban az esetben van reklamációs lehetőségünk, hogyha hibás a termék. Más dolog az, hogy üzleti érdekből, gazdasági érdekből a legtöbb kereskedő azért bevállalja azt, hogyha nem megfelelő a termék, vagy nem tetszik a megajándékozottnak, abban az esetben is hajlandó cserélni a terméket. Más a dolog, hogyha online vásároltuk, mert szerencsénk van, hogyha a karácsony után telik le az úgynevezett elállási idő, ami 14 nap az áru átvételétől számítva, mert ha ez azt követően következik be, akkor minden további nélkül, indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól a kereskedővel szemben, írásban közölhetjük ezt az elállási szándékunkat. Fel kell hívnom viszont a figyelmet arra, hogy ebben az esetben is az a követelmény, hogy csak annyira próbáljuk ki a terméket, mint amennyire egy boltban kipróbálnánk. Ugyanis ha bizonyítható az, hogy nem csak kipróbálás történt, hanem sokkal hosszabb használat történt, akkor számíthatunk arra, hogy esetleg ennek a költségeit levonják a részünkre visszatérítendő összegből. Az online vásárlás 14 napos szabályával kapcsolatban a szakemberek hangsúlyozzák. Az Európai Unión kívüli webáruházakra ez a szabály automatikusan nem vonatkozik. Mindig érdemes elolvasni az adott webáruház szerződési feltételeit. Azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos termékkategóriákra nem vonatkozik a 14 napos szabály, de amelyekre igen, azokra egységesen igaz, hogy mindig postai úton kell visszajuttatni a terméket, illetve hogy az átvételtől számított 14 napon belül kell eljuttatni az úgynevezett elállási nyilatkozatot. A visszaküldött termék csomagolását nem szükséges megőrizni. Garancia érvényesítése esetén nem kötelező az eredeti csomagoló anyagban visszaküldeni a terméket, tehát ezt most a jogszabály kimondottan leírja, hogy a fogyasztónak nem kell megőriznie a terméket. A másik jelentős változás a beüzemeléssel kapcsolatos, amiből szintén korábbi években már vékeltető testület előtt voltak problémák, vagy volt ilyen ügy, amiben probléma adódott. Nem volt szabályozva, hogy mennyi időn belül köteles beüzemelni, tehát vannak olyan termékek, mondjuk egy gázkozán, aminek a jótállás kezdő időpontja a beüzemelés időpontja. Most szabályozva lett az, hogy ha 6 hónapon belül megtörténik a beüzemelés, akkor a jótállás kezdete a beüzemelés időpontja, viszont ha 6 hónapon belül ez nem történik meg, akkor a jótállás kezdete visszamegy a vásárlás időpontjára. 2022. január 1-től minden magyarországi webáruház esetében kötelező módosítani az általános szerződési feltételeket. Az egyik legfontosabb változás értelmében hibás termék esetén az eddigi 6 hónapról 1 évre nő a jótállási idő, amely leteltéig a fogyasztónak semmit sem kell bizonyítani a termék használatával kapcsolatban. A jogszabályváltozás részleteiről a Békéltető Testület honlapján, valamint telefonon és személyesen is tájékozódhatnak az érintettek.